Gyorsuló népességcsökkenés. A 2050-es évekre akár 8 millióra is csökkenhet Magyarország lakosság száma. Katasztrófavédelmi évértékelő. Csendes évet zártak a katasztrófavédők. A megelőzés, az ellenőrzések és a gyakorlatok határozták meg elmúlt éves munkájukat. Késnek a mezőgazdasági munkák. Februárban közel 60 mm csapadék hullott. A gazdák egyelőre nem tudnak a földekre menni. Akár 8 millióra is csökkenhet Magyarország népessége a 2050-es évekre. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Szűk 40 év múlva több járásban akár felére csökkenhet a lakosság száma, derül ki egy hosszú távú népesedési elemzésből. Jelenleg több mint 9,5 millió a lakosság szám, a lassú csökkenés azonban nem mindenhol észlelhető. A KSH adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az utóbbi években javult a halálozási statisztika, és élénkült a születések száma. Egy új népesség előreszámítási elemzés alapján folytatódik, sőt, nagy mértékben erősödik a lakosság számának csökkenése Magyarországon. Az alapmodell szerint szűk 40 év múlva 8,4 millióra csökken majd a lélekszám. Ennek a feltételezésnek van egy negatív és egy pozitív változata is, mondta el megkeresésünkre Tagai Gergely, az előreszámítás készítője. Az MTA tudományos munkatársa kiemelte, akár 8 millió óra is csökkenhet Magyarország népessége az 50-es évekre, az elemzés szerinti legjobb esetben pedig épp hogy meghaladja majd a 9 milliót a népesség. A szakember több régi adatot felhasználva készítette el az előreszámításokat. Próbáltunk minél szélesebb körű visszatekintést elvégezni. Országos szinten egészen a 60-as évek tendenciáiból kiindulva néztük meg, hogy most hogyan alakulnak a születési és halálozási számok. A vándorlási adatok tekintetében pedig a 90-es évek elejéig tudtunk visszatekinteni, de nem csak ezekre a múltbeli tendenciákra alapoztuk az előreszámítási modelleknek a hipotéziseit, hanem más népesség előreszámítási modelleknek a hipotézis rendszerét is megvizsgáltuk. Szakirodalmi feltárással néztük meg, hogy milyen lehetséges változók és tendenciák rajzolhatók ki a jövőben a népesedési viszonyokra, és ez alapján állítottunk fel egy saját modellt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az utóbbi években kedvező változások történtek a lakosság számát tekintve. Élénkült az élve születések száma, és javulóban van a halálozási statisztika is. Növekedett a népesség, ez térségünkön kívül jelenleg csak a fővárosban és Győr-Moson-Sopron megyében jellemző. A népesség a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 2000-es évek elején 570 ezer körül alakult. Ez jelenleg 562 ezer főre esett vissza, ez a 2015. január 1-i népesség, és ez, ha az előző évhez viszonyítom, akkor 1000 fős többletet jelent. Az ország népessége az 9.856 ezer, ugye a 2000-es évek elején ez még 10 millió fölött volt. Országosan jóval nagyobb ütemű a fogyás, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ha az egy év alatti fogyást viszonyítjuk országosan, az is több mint 20 ezer főt jelent. A férfinő arány országosan és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nő többletet mutat. Az 1000 férfira jutó nők száma a megyében 1076, míg országosan 1100 körül van ez a szám. Ezzel szemben Tagai Gergely elemzése szerint a mostani statisztika változhat majd, ugyanis a férfiak túlélési esélyeinek intenzív javulása már a 2000-es évek elején elkezdődött, valamint a jelenleg magasabb népességszámú idősebb női réteg közül várhatóan többen fognak majd elhalálozni, közölte a szakember. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a női átlagéletkor 78,5 év, a férfiak átlagosan 70,6 évig élnek. Ez az adat nők esetében fél évvel, férfiak esetében pedig 2 évvel alacsonyabb az országos átlagnál.
1707 tűzeset, 1010 műszaki mentés. Ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tavalyi statisztikája. Az igazgatóság 2015-ös évet értékelő állománygyűlésén elhangzott, csendes évet zártak a katasztrófavédők, leginkább a megelőzés, az ellenőrzések és a gyakorlatok határozták meg elmúlt éves munkájukat. A tavalyi évben 3110 esetben végeztek beavatkozást Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tűzoltói. Ez a 2014-es évhez képest 9%-os növekedés. Ebből mintegy 1707 esetben vonultak tűzesethez, és 1010 esetben hajtottak végre műszaki mentést. A megyében működő három önkéntes tűzoltó egyesület 149 esetben nyújtott segítséget, ebből 63 esetben önállóan jártak el. Minden évben eljön az az időszak, amikor az előző évi munkáról számot kell, hogy adjunk. Itt elsősorban a szakmai munkát fogom kiemelni, valamint a funkcionális területen végzett tevékenységünket, a legfontosabb dolgokat, ami 2015-ben hatása volt a katasztrófavédelmi igazgatóságra, például, hogy az igazgatóhelyettesi poszton változás történt, hogy az új HST érvénybe lépett, és ezzel életbe lépett az új életpálya modell is, ami jelentős anyagi pluszt jelent az egész hivatásos állománynak. Katasztrófák szempontjából a 2015-ös év csendesen telt, ezért leginkább a megelőzésre, a felkészülésre és az önkéntes mozgalom erősítésére koncentrált az igazgatóság. Szakmai területen leginkább az mondható el, hogy tulajdonképpen az előkészítés, a megelőzés dominált, jellemzően ez az integrált hatósági feladatvégzés keretében zajlott le. Az előző évekhez képest még nagyobb számban valósultak meg ellenőrzések, hatósági szemlék, gyakorlatok, amelynek végeredményeként a vonulások számában is, ha nem is csökkenés, de szintertartás valósult meg, ugye, ami a 2012 évhez képest jelentős mértékű csökkenést eredményezett. Összességében elmondható, hogy az állomány szakszerűen és szabályszerűen hajtotta végre ugye, a közbiztonság biztosítását. A 2015-ös évben a megyei igazgatóságnál 517 fő teljesített szolgálatot, az állomány feltöltöttsége az év folyamán így 93%-os volt. Késnek a mezőgazdasági munkák, az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt a gazdák nem tudnak a földekre menni. Februárban megközelítőleg 60 mm csapadék hullott, azonban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nincs belvízveszély. Jelenleg a tavalyi aszályos időjárás miatti vízkészlet pótlódik a földrétegekben. Az ősszel elvetett kalászosokat, valamint a repcét is az évnek ebben az időszakában szokták először fejtrágyázni. Ez azt jelenti, hogy nitrogén tartalmú szilárd vagy folyékony műtrágyát szórnak a korábban elvetett termények éppen kikelő kezdeményeire. Ez a tél jól indult, jól kezdődött, és úgy tűnt, hogy a kalászosok milyen jól fognak telelni. Volt egy kis csapadékos időjárás ott januárban, amikor egyik napról a másikról következett egy mínusz 10 fok, ez nem tett jól a repcének se, a kalászosoknak se. Úgy tűnik, hogy vannak most már sok olyan fajta kalászosok, őszivetésűek, amik egy kicsit érzékenyek a hidegre, vagy pedig az bántotta, hogy vizes volt a talaj, amikor megfagyott, és a gyökerek elrepedeztek. Nem olyan szépek a kalászosok, mint amilyen enyhe tél van. A mi megyénkben ezek a belvizek még nem jelentkeznek ilyen számban, ugyanis homokos területeken gazdálkodunk, és ennek én úgy gondolom, hogyha ilyen folyamatában jön ez a csapadék, még talán kedvezhet is, mert inkább most legyen csapadékos időjárás, töltődjön fel a talaj vízzel, mint majd április-májusban, amikor már a vetések kezdődnének. A hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék és az enyhe időjárás együtt azonban hátráltatja az éppen aktuális munkálatok elvégzését. Február hónapban az eddig leesett csapadék közel 60 mm. Ez egy kicsit olyan soknak tűnik, meg is látszik a földeken. Lassan készülnénk a fejtágyázáshoz, de nem lehet rámenni a földekre. Azt gondolom, hogy majd meg lesz ennek a lehullott csapadéknak a hatása, hiszen megvan a földbe, belvíz nincs. Ahogy majd rá lehet menni a földekre, akkor folytatjuk a fejtrágyázást, illetve el fogjuk kezdeni a repcébe, illetve a kalászosokba. Ahogy az időjárás engedi, a földeken és a kertészetekben is folytatódnak a munkák. A gyümölcsösökben várhatóan áprilisig tart majd a metszés.
Az adósságrendezés óta ekkora forráshiánnyal nem küzdöttek az önkormányzatok, mint most. Már a kötelező feladataikat is alig tudják ellátni, jelentette ki tájékoztatóján Halmi József, az MSZP megyei alelnöke. Az ellenzéki politikus elmondta, egy birtokába jutott dokumentum szerint a kormány az önkormányzatok további átszervezését tervezi, aminek a lényege a centralizálás, a hivatalokon gyakorolt kontroll erősítése. Halmi József aggályosnak véli az egyébként még nem hivatalos dokumentumot. Más önkormányzatoktól kapott anyag alapján még jobban be akarja szűkíteni az önkormányzatokat, több hivatalt szeretne megszüntetni, központilag felügyelni az önkormányzatokat, és teljesen a kormány maga alá szeretné gyűrni az önkormányzatot, centralizálni, központosítani még jobban, mint ahogy jó diktatúrákban szokták ezt csinálni. A tájékoztatón az is elhangzott, baloldali esték címmel programsorozatot indít az MSZP. Az első rendezvényük február 19-én lesz Nyíregyházán, ahol a földügyekről lesz szó. Elégedetlen a Klik működésével a Jobbik. Adorján Béla, a megyei közgyűlés Jobbik frakciójának vezetője tájékoztatóján elmondta, egy vásárosnaményi iskolát komoly viharkár ért tavaly nyáron, felújítása azonban a mai napig nem kezdődött el. A Jobbik személyi felelőst követel a Kliktől, mivel a káresemény óta további amortizáció rontotta az épület állapotát. Adorján Béla arra is felhívta a figyelmet, problémák vannak a Benki, Tiszamogyorósi és Mándoki gyerekek iskolába járásával kapcsolatban is. Azt követeljük, hogy magyarázza meg a Klik, hogy milyen járattal közlekednek tulajdonképpen Tiszamogyorósról a gyerekek a Mándoki iskolába, most ez volánmenetrend szerinti járat vagy nem. Ha nem, akkor miért nem ügyelik fel a gyerekek utazását és a buszhoz való érkezésüket, illetve az iskoláig való érkezésüket, hogyha meg volán szerinti járat, akkor miért nem tartja be a volán a megfelelő buszmegállókat. Másodfokon jogerősen is megnyerte a munkaügyi pert a Nyírvévi üzemeltetési igazgatója, akinek a cégvezetés 2013. júliusában mondott fel, jelentette be Helmeci László nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az ügyben hozott ítélet alapján a jogellenes felmondás miatt kamatok nélkül is meghaladja a 6 millió forintot, amit a KFT-nek ki kell fizetnie. Most már immár a megyei törvényszék is megállapította, hogy jogellenes törvénytelen volt a felmondása Csák Józsefnének, aki korábban belső ellenőr volt, a felmondás időpontjában üzemeltetési igazgató volt, az utolsó fillérig, a bért, kafetériát, minden összeget megítélt a bíróság, ahogyan kértük, meg a perköltségeket, meg fizetik az illetéket is. Tehát úgy azt tudtuk mondani, vicces, hogy cson nélkül megnyertük a pert. A NAV adó tudatosságra nevelő óráján azt is megtudhatták az éviszes diákok, hogy a bruttó fizetésből mennyi marad adózás után. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Megszerezte második tavaszi győzelmét a kisvárdai KC. A női kézilabda NB1B 15. fordulójában az Orosházát fogadta a Rácz Sándor együttese, és a hazaiak 26-20-ra megnyerték a találkozót. A címvédő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal csapatának győzelmével zárult a Szövetség Kupa kispályás labdarúgó torna. A hatcsapatos rendezvényen a Spari szurkolók együttese végzett a második helyen, míg a harmadik helyet a játékvezetők gárdája szerezte meg. A középiskolások adótudatosságára nevelése is célja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Ennek érdekében tavaly 14 középiskolában tartottak előadásokat, többek között a legális diákmunkáról és az adózás történetiségéről, mondta el televíziónknak a NAV megyei sajtóreferense. Ma a nyíregyházi Vásárhelyi Pál építőipari és környezetvédelmi vízügyi szakközépiskolában jártak a NAV munkatársai. Adózással kapcsolatos ismereteket hallhattak a 11-esek a nyíregyházi évízben. Mit jelent az egykulcsos adórendszer, hány százalékos az általános forgalmi adó? Milyen kedvezmények járnak a családoknak, és hogyan dolgozhatnak legálisan nyáron diákmunkában a tanulók? Az adóhatóság diákok számára szervezett előadás sorozata olyan ismereteket nyújt, amelyeket a fiatalok mindennapi életük során hasznosíthatnak. Szerintem Magyarországon az emberek le vannak maradva ezekkel a fogalmakkal kapcsolatban, és nagyon fontos, hogy ezt már középiskolában tisztázzák a tanulókkal, hogy milyen alapfogalmak szükségesek az élethez, például az adózás is nagyon fontos.
A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága 2014-ben indította el a középiskolásoknak szóló programsorozatát, amihez tavaly 14 iskola csatlakozott, közel 30 osztályban végeztek adótréningeket. Ezeken az előadásokon, illetve tréningeken lehetőségeket kapnak arra, hogy megismerkedjenek olyan adózási fogalmakkal, amelyek még számukra, középiskolások számára ismeretlen, illetve olyan gazdasági és adózási ismeretekre tegyenek szert, amelyekre esetleg a későbbiekben szükségük lesz. Nagyon sok kérdés érkezik az adóhivatal felé egyébként diákmunkával kapcsolatban, családi adókedvezményekkel kapcsolatban, amelyek most a diákokat érdeklik, illetve igyekszünk az adózás történetére is kitérni és megismerkedtetni őket a Nemzeti Adó és Vámhivatal kialakulásának történetével is. Az előadások célja, hogy az oktatás végére a diákokban tudatosodjon, hogy mi a közteherviselés, milyen adók léteznek hazánkban, kik hozzák a törvényeket és mely hatóság hajtja azokat végre. Fontos, hogy tudják, a NAV elsősorban szolgáltat, nem pedig büntet. Az adótréninget játékos módszerekkel csoportmunkában tartják a diákoknak. Megszerezte második tavaszi győzelmét a kisvárdai KC. A női kézilabda NB1B 15. fordulójában az Orosházát fogadta a Rácz Sándor együttese, és a hazaiak 26-20-ra megnyerték a találkozót. A tabella harmadik helyén álló KKC szombaton Nyíradonyba látogat. Öt idegenbeli meccset követően lépett pályára hazai környezetben a Kisvárda, amely a tavaszi nyitófordulóban aratott 10 gólos kecskeméti győzelme után abszolút esélyesként fogadta az Orosházát. Az első félidőben 9 gólos előnyt szereztek a hazaiak, 15-6-os állásnál vonulhattak a nagy szünetre a csapatok. A második 30 percben már döszögősebb volt a várdai támadójáték, de amikor szükség volt rá, Rácz Sándor rendezte a sorokat, így egy pillanatig sem forgott veszélyben a KKC győzelme. Az első fél időt egy összeszokott, dinamikus, harcos csapat oldotta meg, meg is látszott a gólkülönbség. Voltak hibák, de úgy gondolom, hogy igazából ott folytattuk, ahol Kecskeméten a bajtuk. Míg Kecskeméten 7 gólt hoztunk a kispadról, addig itt is adtam lehetőséget több játékosnak, de a másikot, ezt a csapatot megvertük 7 góllal idegenbe. Tehát gyarló az ember, és ilyenkor tudat alatt kicsit kienged, nem összpontosít úgy, és néhány olyan triviális, alapvető hiba is becsúszott, hogy az ellenfelet felhoztuk, és így ilyen kínlódós második félidő lett. A kisvárdaiak irányítója, Bízik Boglárka szerint a győzelmekben annak is szerepe van, hogy egyre inkább összeérik a csapat. Úgy érzem, hogy most már sokkal jobb, mint ami össze volt. Egyre jobbak vagyunk, összhangban sokkal jobban érezzük egymást a pályán. Ezt szerintem annak is köszönhető, hogy most januárban edzőtáborban is voltunk, egy hétig összezárva voltunk. Nagyon sok időt töltünk itt a csarnokban is együtt, mert van, amikor napi 2 edzésünk van, és szinte folyton együtt vagyunk. A Kisvárda a következő fordulóban idegenben lép pályára, szombaton Nyíradonyban vendégszerepelnek lévaiék. Egy évek óta összeszedett, szolid, de nagyon-nagyon szigorú törvényszerűségekre épülő kis csapat. Most az Egri dobó kupán láttuk őket, még egy új védekezési variációt is gyakoroltak, tehát nem lesz egyszerű dolgunk. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját az Egri Eszterházi Főiskola csapata vezeti 27 ponttal, megelőzve a 26 pontos Kispestet és a 23 pontos Kisvárdát. A Nyíradon 8 ponttal a 12. a táblázaton. A címvédő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal csapatának győzelmével zárult a Szövetség Kupa kispályás labdarúgó torna. A hatcsapatos rendezvényen a Spari szurkolók együttese végzett a második helyen, míg a harmadik helyet a játékvezetők gárdája szerezte meg. Több mint egy évtizedes hagyomány, hogy az MLS megyei igazgatóság a tavaszi szezon kezdetéhez közeledve egy futballtornán látja vendégül a labdarúgásban labdarúgásért dolgozókat. Nyíregyházán a Filófozi csarnokban az edzők, a játékvezetők, a média képviselői, az igazgatóság munkatársai, a Spari szurkolók, valamint a megyei kormányhivatal együttese lépett pályára. Nagyon sportszerű mérkőzések vannak, viszont igazán férfiasak a küzdelmek, tehát azért vannak kemény ütközések, olykor az egy-egy szabálytalanság, de hát elnézést kér az egyik a másiktól. És igen, azért vannak nagyon jó játékosok, úgy néz ki, hogy ugyanaz lesz a döntő párosítása, mint tavaly. A kormányhivatal és a Spari szurkolók fogják játszani. Tavaly a kormányhivatal győzött, most lehet, hogy visszavágnak a Spari szurkolók.
A tornát végül a kormányhivatal csapata nyerte, miután a döntőben egy-egyes döntetlen után 7 méteresekkel jobbnak bizonyult a Spari szurkolók együttesénél. A harmadik helyen a játékvezetők, a negyediken az edzők, az ötödiken az igazgatóság csapata végzett, míg a hatodik hely a médiának jutott. A gólkirályi címet a játékvezetőket erősítő Kosztyú János szerezte meg, a legjobb kapusnak a Spari szurkolóknál védő Bernát Rihárdot, a legjobb játékosnak pedig a kormányhivatalos Bodnár Gábort választották meg a jelenlévők. A rendezvényen szóba került a közelgő tavaszi rajt is. Nagyon remélem, hogy csendes tavaszi szezon lesz. Nekünk igazából az lenne a legjobb, hogyha minél kevesebbszer szerepelnénk a címlapon, minél kevesebbszer szerepelnénk a televízióban és a rádióban, viszont az azt jelenti, hogy nem történt olyan esemény, ami ugye kifelkelti az érdeklődést, illetve hát természetesen, hogyha az eredményeket letudósítják, annak nagyon örülünk, de alapvetően nagyon remélem, nem lesz miről beszélni a tavasz szezonban, nekünk ez lenne a legfontosabb. A megyei labdarúgó bajnokságokban a jövő hétvégén kezdődik a tavaszi szezon. Az első osztályban, a másodosztály 3, valamint a harmadosztály 5 csoportjában több mint 130 csapat lép majd hétvégenként pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Akár 8 millióra is csökkenhet Magyarország népessége a 2050-es évekre. Egy hosszú távú népesedési elemzés szerint szűk 40 év múlva több járásban akár felére csökkenhet a lakosság száma. Jelenleg több mint 9,5 millió az ország népessége, de a lassú csökkenés azonban nem mindenhol észlelhető. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében például az utóbbi években javult a halálozási statisztika, és élénkült a születések száma. 1707 tűzeset, 1010 műszaki mentés. Ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tavalyi statisztikája. Az igazgatóság 2015-ös évet értékelő állománygyűlésén elhangzott, csendes évet zártak a katasztrófavédők, leginkább a megelőzés, az ellenőrzések és a gyakorlatok határozták meg elmúlt éves munkájukat. Késnek a mezőgazdasági munkák. Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt a gazdák nem tudnak a földekre menni. Februárban megközelítőleg 60 mm csapadék hullott, azonban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nincs belvízveszély. Jelenleg a tavalyi aszályos időjárás miatti vízkészlet pótlódik a földrétegekben. A Kölcsei Televízió iradóját látták szerdán, friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig elérhetik honlapunkon. Egy munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. A Kárpát-medence időjárását egy hosszan elnyúló hullámzó frontrendszer alakítja, hatására nagy lesz a hőmérséklet különbség az Alpok-alja és a délkeleti országrész között, de csütörtök estig az előző napokhoz képest kevesebb helyen valószínű csapadék. Éjjel gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, esőzápor helyenként előfordulhat, reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Felhős idő valószínű, majd erősen megnövekszik a felhőzet holnap, esőzápor egyaránt várható, délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban is változékony időben lesz részünk, pénteken eleinte még sokfelé áztatja eső a földeket, majd délutántól már vékonyodik a felhőtakaró. A hétvégén változóan felhős időre van kilátás, hazánk nagy részén hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, és a nappali órákban viszonylag kevés helyen eshet. Jövő héten kettől eredhet el újból sokfelé az eső, záporeső, mind a minimum, mind pedig a maximum hőmérséklet meghaladhatja az ilyenkor szokásos értékeket.